A kisernő utcai védett platánfasornál ápolási és ifítási munkálatokat végeztek a közelmúltban, a nyírvévé szakemberei 37 platánfát újítottak meg, stabilabbá tették a koronaszerkezeteket, ezzel az esetleges ágletöréseket, baleseteket is megelőzték, ám hét fánál komolyabb problémát találtak. Néhány évtizeddel ezelőtt voltak sajnálatos módon olyan ágeltávolítások, amit nem kezeltek rendesen. Nem kapott sebb felület kezelő anyagot ezek a vágásfelületek. Ennek eredményeképpen bekorhattak ezek a fák, korhadás nyomai láthatóak rajtok. így kialakultak egy üreg, kialakultak a. Az ürengek, ezek viszont be tudnak ázni. Megáll bennük a víz, ebből kifolyólag a korona, illetve a fa belseje is elkezd korhadni. Ez stabilitási problémát okozhat az érintett fáknál, ezért további kezelés szükséges, hogy megóvják a platánokat, tette hozzá Kecskó János. Itt található egy tipikus probléma, látszik, hogy a bekorhadás helyét ki kellett tisztítanunk, először egy durva fűrészgépes tisztítás következik, majd a felületet simává tesszük, és ezt kezeljük majd sebkezelő anyaggal, így megakadályozzuk a további bekorhadást. A faápolási és ifjítási munkálatokat tovább folytatja a nyírvévé, mondta a cég közterületfenntartási iroda vezetője. Folytatjuk a koronai ifjítási programunkat az Ötvös utcán, ahol szintén sok problémát okoztak az ott található japán Remélhetőleg itt is uh, tudjuk majd kezelni kivágások nélkül. Néhány fát sajnos az már látszik, hogy ki kell vágni, ezt és szúrral egyeztetjük. Olyan veszélyes állapotban, illetve rossz egészségi állapotban vannak, hogy nem menthetők ezek a fák, de ezért a nagy részüket meg tudjuk menteni. A kivágott fák pótlását még idén tavasszal elvégzi a nyírvévé.